Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Ház! Az előttünk álló törvényjavaslat a gazdaságfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó törvények módosítását tartalmazza, a legtöbb esetben azonban látszatintézkedésekre kerül sor. A csődtörvény alapján a felszámoló felmentéséről szóló bírósági végzés ellen a hitelezőnek 5 munkanapja van fellebbezni. Álláspontunk szerint ezt az időtartamot 8 munkanapra kell felemelni, annál is inkább, mert a fellebbezésről a másodfokú bíróságnak is 8 munkanapja van dönteni. A Mi Hazánk mozgalom által kivizsgált esetek alapján a végrehajtókhoz hasonlóan a felszámolók is visszaélnek a hatalmukkal, csak ennek nincs akkora visszhangja a köztudatban, ezért is fontos lenne a hitelezők határidejét is meghosszabbítani. Célszerűnek tartanánk, hogy a végrehajtási eljárásban is vezessenek be hasonló kötelező határidőt a végrehajtási kifogások elbírálásánál. A hatályos szabályozás szerint, amíg az adósnak a végrehajtási kifogás benyújtására 15 napja van, addig a bíróság hónapokon ül a döntésen, ez alatt pedig az ingatlant akár el is árverezhetik. Ez rendkívül helytelen gyakorlat. Az általunk csak szuperhatóságként emlegetett szerv eddigi legelőrébb mutató intézkedésének tartjuk, hogy a törvényjavaslat alapján a környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítése kapcsán ezentúl szakmai egyeztetés szükséges. A Mi Hazánk mozgalom elkötelezett környezetvédőként fontosnak tartaná, hogy a kormány ehhez hasonlóan az akkumulátorgyárak ügyében és a vízgazdálkodás kapcsán is a környezetvédelmi szempontokat helyezze előtérbe. Tisztelt államtitkár úr! Nem értünk egyet a felszámolói díjak emelésével. Álláspontunk szerint a felszámolás alá vont cégekre az eljárás már eddig is nagymértékű terhet rótt. Nem emelni, hanem csökkenteni kellene az összegeket. A felszámolói díjak helyett jobbnak látnánk, ha a tanárok és a szociális dolgozók fizetését emelnék. Ehelyett a felszámolók zsebét szeretnék jobban kitömni, miközben a felszámolás alá vont személyeket, cégeket így is kizsigerelik. Gyakran megesik, hogy a felszámolás alatt olyan értékvesztés következik be, ami megengedhetetlen és felháborító. Ilyen például a pártunk által kivizsgált hajdúszoboszlói Hotel Aqua Blue felszámolási ügye. A város frekventált helyén elhelyezkedő, nagy hasznos alapterülettel rendelkező felújított ingatlan becsértékét a felszámolási eljárás során 2017. januárjában 1,4 milliárd forintban határozták meg. Az időközben kirendelt új felszámoló biztos szakértője 2019. áprilisban az ingatlant már csak 385 millió forintra értékelte, vagyis 2 év alatt a becsült érték 1 milliárd forintra csökkent. De ugyanígy van példa más komoly vagyonvesztésre, amit a felszámolók okoztak. Ilyen például a Solt-Vadkert és Vidéket Takarékszövetkezet ügye. 6 felszámoló több milliárd forint értékben herdálta el a vagyont. És a bírósági eljárások során még adatot sem voltak hajlandóak szolgáltatni, mert úgy érzik a felszámolók, hogy azt csinálhatnak ebben az országban, amit akarnak, a bírósági végrehajtókhoz hasonlóan. Az értékbecséssel és az ingatlan árverezéssel tehát a felszámolók óriási károkat okoznak, ezért a törvénytelenül működő felszámolókkal szemben sokkal határozottabb fellépést sürgetünk, ami nem csak a jövőre nézve, hanem visszamenőleg is feltárja a felszámolásokkal kapcsolatos szabálytalanságokat. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat nem tartja indokoltnak fenntartani a nyugdíjreform és az adósság csökkentő alap által az állam tulajdonában térítésmentesen átadott eszközök tekintetében a speciális vagyongazdálkodási szabályokat, mert a vagyon jó részt felhasználásra került. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a magán nyugdíjpénztáraktól még 2010 végén 3000 milliárd forint vagyont vettek el, amivel a nyugdíjreform és az adósságcsökkentő alap gazdálkodott. 2015. januárban azzal az indokkal szüntették meg, hogy betöltötte funkcióját. Ez mellébeszélés. Ez valójában azt jelentette, hogy a pénz elfogyott, az államadósság kezelő központ mindössze 100 millió forintot utalt át a költségvetésbe. Ezzel szemben az államadósság továbbra is az egekben van, és a nyugdíjrendszer problémái azóta sincsenek megoldva. Tisztelt Országgyűlés! Nézzük a posta ügyet érintő törvények módosítását. Ez is váltás. A törvényjavaslat felhatalmazza a kormányt arra, hogy a rendeletben határozza meg a csomagautomaták működtetésének egységes feltételeit és követelményeit. A digitalizációval és a modernizációval önmagában semmi probléma nincs. Ez a jövő.
Ha azonban figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a posta egyre nagyobb munkaerőhiánnyal számol, ezért az emberi tényezők digitális automatizált folyamatokkal történő kiváltása már némi kockázatot rejt magában. Az élő munkaerőt tekintve. Idén tavasszal országszerte 300-nál is több postát zártak be, végleg. Arra hivatkozással, hogy megváltoztak az ügyfelek szokásai. Hát nyilván, ha bezárunk egy postát, utána már nem tudnak elmenni a postára, akkor már nyilván az megváltozott. Egyre kevesebb levelet és csekket adnak fel, ilyen indokokkal próbálják ezt magyarázni. A tömeges postabezárások egyik hozadéka, hogy sok nyugdíjas, aki eddig a postán vette át a nyugdíját, vagy a kézbesítő vitte ki neki, kénytelen lesz átállni a bankkártyás módra, ami a készpénzforgalom visszaszorításához vezet. Mivel a globális politika része a készpénzhasználat teljes megszüntetése, követeljük, hogy a készpénzhasználat alkotmányos jog legyen és maradjon Magyarországon. A kormány az 1221/2022-es számú határozatával tavaly az ország második legnagyobb pszichiátria intézményének, a Pomázi Gálffy Béla Kórháznak, jelenlegi nevén Boldog Gellért Közhasznú Nonprofit Kft. A tulajdonjogát ingyenesen átadta a Máltai Szeretett Szolgálatnak. Az átruházásra annak fejében került sor, hogy a továbbiakban a máltaiak látják el az intézményben végzett egészségügyi és szociális közfeladatokat. A kórháznak helyet biztosító három állami tulajdonban lévő ingatlant eddig a Máltai Szeretett Szolgálat ingyenesen használta, a törvényjavaslattal viszont az állam ingyenesen átruházza a tulajdonjogot. Amíg a törvényjavaslat alapján az ingatlanokat határozatlan időre szóló elidegenítési tilalom áll fenn, nagyon helyesen, addig a kórházat fenntartó Kft. Üzletrészét tavaly 15 évig tartó elidegenítési tilalommal adták át. Emiatt célszerűnek tartjuk, hogy a 15 évet határozatlan időre módosítani, vagy célszerűnek tartjuk a 15 évet határozatlan időre módosítása, ugyanúgy, mint az ingatlan esetében. Évek óta tartó tendencia, hogy az állam igyekszik kivonulni a számára terhet jelentő szociális és egészségügyi közfeladatok ellátásából, bár úgy néz ki, hogy a kormány a szakrendelők államosítását legalább az önkormányzati választásokig elhalasztotta, erről már korábban is beszéltem. A közfeladatok folyamatos kiszervezése is azt támasztja alá, hogy az állam a szakrendelőknek sem lenne gondosabb gazdája az önkormányzatoknál. A törvényjavaslat szerint a technikai fejlődés miatt az elmúlt években új jognyilatkozati formák jelentek meg. Ezek írásbelisége tekintetében viszont nem alakult ki egységes bírói gyakorlat, továbbá hatályos jogszabályokban nem szerepel az elektronikus magánokirat definíciója. Ezeket a hiányosságokat eddig egy uniós rendelettel pótolták. A pártunkhoz beérkezett szakértői vélemények szerint azonban a rendelet nem nyújt segítséget az elektronikus aláírások terén, ezért a hazai bíróságok kénytelenek voltak precedens jellegű ítéletekben legitimálni az általuk elfogadott e-aláírásos szolgáltatásokat, vagy szolgáltatókat. A törvényjavaslat ezeket a hiányosságokat pótolja, amit összességében elkésettnek tartunk, hiszen a bankok már 2020-tól működtetik távoli beazonosításra alkalmas önkiszolgáló rendszerüket. Ezt a törvényjavaslatot összességében a Mi Hazánk mozgalom nem tudja támogatni, mert a felszámolási eljárások esetében és a postaügyben nem törekszik a problémák tényleges és valódi megoldására. Köszönöm szépen a figyelmüket!